Zsuzsák tovább. Szép megelőző szerelés Szalaitól. Májer egyből. Ott van még Szalai előtt. Levágódik Dreskovicsról. Aztán visszakerül a kecskemétiekhez. Egy lövés, de micsoda gól! A csereként pályára lépő Horváth Krisztófer góljával fordít a Kecskemét. Úristen, mekkora gólt ragasztott Horváth! A 8. meccsén ez a második gólja a Kecskemét színeiben. Megtolja befelé, aztán még egyszer föl se néz, és kipókálozza a hosszú felső sarkot. Nem támadja őt Dreskovics, és nem támadja őt Manrique sem, oda be a kapufa mellé. Szépségdíjas találat.